אנחנו בעמוד 914 בכתבי רבש כרך ב', Tehát még egyszer mondják az oldalszámot, Rabas írásai, második fejezet, mi a felkészülés a Tóra megszerzésére a munkában. Tehát a cikk legelejéről kezdjük. Tehát ismert, hogy a teremtés célja az az volt, hogy előny, hogy bőséget adjon a teremtés, a teremtő a teremtésnek, és ebből kifolyólag a teremtő megteremtett, létrehozta a teremtményt, egy vágyat, egy sóvárgást, amely az örömre irányul, és enélkül az öröm nélkül lehetetlen létezni. Csak ahogy láttuk, hogy mindenki öngyilkosságot követne el, hogyha nem látná azt, hogy valamilyen fajta módon örömet tud szerezni valamilyen helyről magának, amelyet jelennek neveznek, és hogyha az ember nem látja, hogy valamilyen örömet tud szerezni a jövőben, és azt, ha az egyáltalán, hogy az ember az egész világ sötétségben van, és a legkisebb fény sem nyilvánul meg, nincsen lehetőség, mint hogy öngyilkos legyen, és ezáltal megszabaduljon a szenvedéstől, elkerülje a szenvedést. Mert az ember állandóan örömet akar teremteni, hiszen a teremtő ezt a természet ültette el a teremtményben, és minden egyes teremtménynek pontosan erre az örömre felé kell törekednie. És tudni kell, hogy minden, amit mi gonosz háromnak nevezünk, az egy érzéki különbözet, amely a öröm megszerzésére irányuló sóvárgásban nyilvánul meg. Tehát annak a lényege, hogy a megszerzési vágyat öröm, azt örömszerzésnek nevezzük, azért, mert a teremtés korrekciója az hogy nyilvánul meg, amikor a teremtmény megszerez valamit a teremtőtől, nyilván az akkor lehetséges, hogy csökken a formaeltérés köztük, és ezért az emberben ez egy szégyent kelt, ha meg tud szerezni valamit. Ezért az ember, ha szégyent érez, akkor a szégyen kenyerét teszi. Ezért, amikor az ember megkapja a teremtő segítségét a felső gondviselés tekintetében, ez nyilván egy korrekciónak kell megjelennie, és addig, amíg az ember nem nullázza le a kapnakarási edényeit, mert képtelen bármilyen örömet megszerezni, ezért minden, ami az ember útjában áll, hogy megkapja ezt a jót és örömet, az a kapnakarás önmaga. Ez az egyetlen dolog, ami az ember útjában áll, ezért ez a kapnakarás gonosz hajlamnak tekinthető. Azonban, hogyan lehetséges lenullázni ezt a kapnakarást, ahogy mondva van, nullázd le a vágyadat, mielőtt belépsz ide, és ez maga a Tóra. És ahogy a bölcsek mondják, a teremtő mondja, hogy én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a Tórát, amely a fűszer a gonosz hajlam ellenében. Ami mit jelent? Hogy a teremtő azt mondja, hogy én teremtettem a gonosz hajlamot, a vágyat, a kapnakarást, az örömre irányú kapnakarást, ez a teremtésnek a szerepe, ez a teremtés működése, ami a lényeg, ami a létezés a semmiből, aminek a jelentése az, hogy itt van valami új, ami meg lett teremtve, és ez a kapnakarásról beszél önmagában, és a teremtő mondja, hogy én teremtettem a Tórát, mint fűszert, azaz a fény segítségével megjelent a reformáló fény, és ebből kifolyólag, ha nem lenne a Tóra, a világ nem is létezne egyáltalán, mivel az elrejtés az a korrekció miatt jelenik meg, és akkor a világ nem is létezne, és ez a jelentése annak, hogy a teremtő megalkotta a Tórát, mert a Tóra a terv, ami azt jelenti, hogy ennek a tervnek megfelelően a világ a Tóra által épül majd fel, és ez tartja fenn a világot, és ezt úgy is nevezzük, ezt nevezzük úgy, hogy én teremtettem a Tórát, mint fűszert a gonosz hajlam ellenében. És hogy elfogadjuk a Tórának a tanulását, úgy, ezt a bölcseink mondják, hogy
hogy addig nem kapod meg, nem adhatod át a tórát, bocsánat, bálványimádóknak, ahogy az mondva van, hogy egyetlen nem zsidónak sem szabad átadni a tórát, és meg kell, hogy értsük, hogy mit jelent a bálványimádó munkában. A munkában mi azt tanuljuk, hogy minden egyetlen testben jelenik meg, hiszen az ember a kis világ, és ha egy így van, akkor mit jelent a munka szempontjából a bálványimádó? Már beszéltünk erről, hogy Izrael a mennyek érdekében akar mindent megcselekedni, tehát semmit nem akar a saját előnyére megtenni, tehát az összes cselekedetét egyetlen dologra akar irányozni, míg a bálványimádók pontosan ellentétes módon cselekednek, és minden cselekedetüket önmagukra irányozzák, azaz kettős irányításban hisznek, hogy van a jó és az öröm, és hogyan tudnak a teremtő uralmában elérni maximális örömöt. Tehát kettős irányítást akarok megélni, az egyik irányítás a teremtője, a másik pedig a saját uralma alatt. Ez jelenti azt, hogy én foglalkozom a bálványimádással, azaz. Ugye Izraelnek a jelentése pontosan az, hogy én képes vagyok a teremtő előnyéhez dolgozni, és ebből kifolyólag kiderül, hogy én a teremtő szolgálója vagyok minden cselekedetben, amelyek érdekében cselekszek, bár amennyire mértékben az ember a saját előnyeiért dolgozik, ez jelenti azt, hogy a munkája az bálványimádás, mert nem a teremtőt szolgálja ezáltal. Ebből kifolyólag a teljes különbség a bálványimádók és Izrael között a munkát tekintve, az kizárólag az, hogy Izrael valóban a mennyek érdekében akar dolgozni, még hogyha ők rabszolgaságban is van, a gonosz hajlam tekintetében, és nincs olyan képessége, hogy túllépjen ezen, mivel ő követi az utat annak érdekében, hogy eléri a mennyek érdekét, ez úgy tekintető, hogy Izrael, mivel ő elérte ezt a szintet. Azonban, amikor az ember Izrael aspektusában akar létezni, ami a mennyek érdekében való munka, tehát, hogyha minden gonosz, amely az emberben létezik, az ellenáll ennek, akkor tudja eldönteni, hogy Izrael útját akarja követni. Azaz, így kell a kollektívájára dolgozni. Tehát, ha az ember hisz abban, hogy mindaz, amit tesz, az jutalomként érkezik az emberhez, és a jutalma vagy ebben a világban, vagy a következő világban el fogja érni. Akkor egyszerű a számára jó cselekedet végrehajtani, hiszen ez nincs ellenében a gonosz hajlamának, amelyet a kapnakarásot nevezünk már önmagában. Azonban, amikor az ember dolgozna annak érdekében, hogy lenullázza a saját uralmát, és valóban a teremtőjét tudjon előradni, akkor nyilvánvalóan felmerül a bűnösök kérdése, akik azt kérdezik, hogy miért van erre a munkára szükségem, hiszen nem a saját előnyömért akarok dolgozni, akkor mi lehet a kimenetele ennek? És erre nincs helyes válasz, hanem ahogy mondva van, megerősíti a te belső tolvajodat, ami azt jelenti, hogy az embernek szüksége van segítségre, hogy megjön a képessége az, hogy ki tudjon lépni a gonosz hajlam irányítása alól, és nincs más tanács erre, mint amit a teremtő mondott, hogy én teremtem a gonosz hajlamot, és én teremtem a tórát, mint fűszert. Tehát ebből kifolyólag itt van a helyes ideje annak, hogy az ember ki tudja lépni a gonosz hajlamának az uralma alól, és ebből következőleg az embernek fel kell készíteni önmagát annak érdekében, hogy megszerezze a tórát, és az a tórára való igényt jelenti, ami egy edény megszerzésében nyilvánul meg, és nem lehet hiány nélkül kitöltés, tehát az embernek pontosan kell tudnia, hogy hogyan tud
Tehát hogyan kell fölkészíteni magam arra, hogy képes legyek enni, hogyha egy ünnepi vacsára megyek, és a válasz erre csak az lehet, hogy nem eszek otthon, mielőtt el nem jutok oda, ahol a lakoma lesz, mert különben képtelen leszek enni. És annak érdekében, hogy megkapjam a Tórát, nyilván az embernek föl kell készíteni önmagát, el kell nyerni a hiányt, amit edénynek neveznek, ahol a Tóra majd kitölti ezt az edényt fényekkel, és ez valami, ami szokássá válik, amikor az ember a mennyek érdekében akar dolgozni, a minden egyes elváráson túlmenően tudni kell, hogy miért van szükségem erre a munkára, és az embernek hinnie kell abban, hogy a bölcseknek a bölcsessége segít ebben, tehát hogy csak a Tóra tudja az ember túlemelni a gonosz hajlamán, a gonosz hajlam uralma alól kivezetni, és ezzel kapcsolatban csak kizárólag azok fognak sikeresek lenni, akik Izraelhez akarnak tartozni, és ez jasár kell, akik egyenesen Istenre irányulnak, és a gonosz hajlam az nem engedi kiérépni őket a saját egójuk uralmáról, ezért van szükség a Tórának annak érdekében, hogy az ebből álló reformáló fény segítsen nekik, és megérthetjük, amit a bölcsek mondanak, hogy nem kapjátok meg, ne adjátok át a Tórát bárványimádóknak, azoknak nem zsidók, akik nem tudnak ebből a munkából semmit, és akinek nem tudják, hogy mennyire szükségük van a Tórára. Mivel mindenki, aki a bárványimádással foglalkozik a saját uralma érdekében, az a Tóra nélkül is el tud lenni, mert nincs szüksége a Tóra segítségére. Miután csak Izrael az, aki valóban a teremtőért akar dolgozni, nekik van szükségük a Tóra fényére, mivel a benne lévő fény reformál. Azaz, lehetetlen a Tóra nélkül együttműködni. Tehát el kell magyarázni, mik azok, amit a bölcseink mondtak, hogy mit jelent az, hogy a Tóra csak azoknak működik, akik valóban a Tóráért akarnak élni, és akkor az ő világuk, ők tartják fel a világ működését. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a bölcseink magyarázatát, hogy a Teremtő azt mondta, hogy én teremtem a gonosz hajlamot, és én teremtem a Tórát, mint fűszert. Ami azt jelenti, hogy a Tóra az, ami fűszerré válik, és ahogy azt tudjuk, hogy nincs fény az edény nélkül, az nincs kitöltés hiány nélkül, ezért van mondva, hogy azok, akik valóban önmagukat a halálba akarják helyezni, azaz, akik a gonosz kapnakarást a saját előnyükre halálba akarják helyezni, akik meg akarnak tenni mindent a mennyek királyságáért, és látják, hogy nem tudják ezt megtenni a saját erejük által, a Teremtő ezeknek azt mondja, hogy én teremtettem a gonosz hajlamot, és én hoztam létre, és én teremtettem a Tórát, mint fűszert. Azonban azok az emberek, akik nem akarják magukat lenullázni, hanem ők kettős irányítás alatt akarnak élni, azaz az egyik irányítás, amely az ember bentartja az önzés rendszerébe, a másik pedig a Teremtő által felkínált úton a Teremtő által előkészített öröm megszerzésére irányozza. Tehát a Tóra azoknak az embereknek jó, akik a másik utat választják, mert akik nem akarják fűszerként felhasználni, azoknak mérgező erő lesz a Tóra. Tehát akik nincs edényának, nem lesz fénye, és innen megérthetjük, hogy miért tilos a bárványimádóknak a Tórát tanulmányozni a munkában. Ennek a jelentése az, hogyha valaki bárványimádással foglalkozik, azaz valaki a saját erőnyeért dolgozik, a Tóra az a gonosz hajlam megnyilvánulása. Tehát, hogy az embernek le kell nullázni magát, mert ha nem teszi meg, akkor én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a Tórát, mint fűszert, azonban valaki mégis a saját előnyére akar előradni, annak nincs szüksége a Tórára. És ha ez így van, akkor a Tóra az nem létezik azok számára, akik nem tudják, hogy miről van szó. Tehát mi a felkészülés a Tóra megszerzésére? Ez pedig azáltal lehetséges, hogy az ember a saját előnyére az akar hozzáférni, hogy a Tóra irányozza őt. Azok tudják ezt használni.
Kérdés. Nincs kérdés. Mit jelent az, amit itt mondta, hogy a Tóra az egy terv? A Tóra az a fény, vagy azt tudjuk, amely 105 szinten keresztül ereszkedett le, és kiépített ezeket a szinteket, hogy minden egyes szinten egy különleges egyedi vágy nyilvánuljon meg egy nagyon egyedi módon, egészen addig, amíg el nem éri azt a szintet, a szinteken keresztül, hogy van a fény és az edény, az egyik a másikkal ellentétben, és van a resimó a végén, a hiány, és hogy ezt felébreszti a fény, ami befolyásolja, és ezért egy általános terv nyilvánul meg, ami a Tóra, tehát mindent a fény menedzsel. A fény az abszolút nyugalomban van, amely folyamatosan dolgozik a cél elérése irányába, tehát a vágy az így halad előre, és így kerül formegyedésbe vele. Kérdés van ezzel kapcsolatban? Amikor mi arról beszélünk, hogy az összes világ folyamatosan leereszkedik, az összes részt, amivel tanulunk, az így van, igen. Az én számomra a Tóra egy könyv, amivel nekünk dolgozni kell, tanulni kell. A Tóra egy rendszer, mondja rá. Igen. Tehát ez egy komplett rendszer, ami mindent magába foglal. Tehát van a teremtő, van egy pont, amit ő megteremtett, a teremtett lény, és minden kapcsolat a teremtő és a teremtett lény között, az maga Tóra. Az a parcufok, a szférák, a különböző törvények, szabályok. Tehát ezeket mind Tórának nevezzük. A tervet, amelyben mi létezünk, felülről lefele leereszkedést, a visszaemelkedést, ezt nevezzük Tórának. Oké, tehát az egyetlen dolog, ami nem a Tóra ebben a valóságban, az én vagyok, nem? Így van. Moti. Rabas itt azt mondja, hogyha nincs hiány, nincs Tóra. Tehát, ugye, tehát ha élök egy baráti vacsorára, akkor azért nem eszek, mert nincs étvágyam. Tehát nekem kell, hogy legyen étvágyam a Tórára, ugye? Tehát, hogyha mi arról a hiányról beszélünk, ami például egy kajára irányul, nyilvánvalóan az többé-kevésbé értető, hogy minek kell megjelennie. Mindenki éhes. Azonnal érzed a szádban a nyálat, összefut. Tehát ez jelzi az éhségedet. Mivel mi tudjuk, hogy ez hogy működik. De a Tóra esetében nem tudjuk, hogy működik. Hát miért kell nekem a Tóra, miért kell nekem adakozni? Mire jó ez az egész, amiről beszélünk? Azt mondják, hogy ez nekem előnyös, oké, rendben van. Tehát, hogy itt szükségünk van, ugyanúgy, mint a mi világunkban, arra, hogy megértsük, hogy a Tóra a befolyáson keresztül, a környezet befolyáson keresztül lesz számunkra a gyógyító erő. Tehát, hogy nem vágyhatunk magunknak semmit, mert mi nyilván van egy vágyunk, ami ránk irányul, önmagunkon belüli vágy, de ez arra irányul, hogy minden probléma elől elmeneküljünk. De hogy én magamat korrigáljam meg, hogy adakozzak, hogy ilyen parancs legyen bennem. Hát miért lenne ez bennem? Hát nincs bennem ilyen. Hát látjátok, hogy mindenki hogyan éli ezt meg. Ezért ez
csak a környezet befolyása által kapod ezt meg, mert ha nincs környezeted, nem fog segíteni semmit. Tehát ide kell tartoznod. Oké, de a környezet befolyása jelenti azt, hogy egymás között, tehát itt a csoporton belül, mert gondolod, így van. Hát hogy lehet a korrekción túlmenően bármilyen irányultság? A korrekció... Ez így kell, hogy rám irányuljon, ez világos? Oké, tehát akkor itt... Tehát mindenki akarja a tórát, mindenki meg akarja kapni a tórát, de ki akarja? Kire gondolsz? Mindenki akarja, csak nem tudja, hogy hogyan tudja megszerezni. Tehát hogyan kell ezt a hiányt felépítenünk? Ez az irány a fényt jelenti, mondja, az adakozásnak a fényét, a másokra irányuló szeretet fényét. Ha erre szükséged van, akkor ez csak azzal lehetséges, hogyha valóban magadra irányulsz. Tehát nekünk kell egy vágy, amit különböző irányokba tudunk fordítani. Tehát kinek van szüksége a Tórára? Hát látjátok, mi történik. A templom elrombolása után mi történt. Hogy az emberek mit tartanak a Tóráról? Van a Shulchan Aruch, ezt a törvénykönyvet nevezik a Tóra megtartásának. Olvasgatjuk a heti adagokat, ezt nevezzük Tórának. Elolvassunk a Gemarából néhány oldalt, ezt nevezzük a Tóra megtanulásának. Hát látjátok, hogy mi történt a valódi Tóra megtartása nélkül. A Kabbala bölcsességét az igazság Tórának is nevezhetjük, mert ez elmagyarázza, hogy hogy tudjuk fenntartani a másokra irányuló szeretetet. És ezért van szükségünk arra, hogy megjelenjen valami olyan a szociális biztonság, hogy segítsük egymást, tehát majd segít engem, én segítem a másikat. Valami ilyesmit megértettek az emberek a Tórából, de hogy adakozunk, meg hogy nekem ne jöjjön vissza semmi, ne kapjak semmit, tehát ez ellene van a saját vágyamnak. Hogy csak ezért éljek, hát ne vicceljünk, mondja Rav. Nekünk soha nem lesz erre vágyunk. Meg kell értem, hogy szenvedés nélkül elérhetetlen az, amiről beszélünk. A szenvedés az vagy a csapások által érkezik meg hozzád, vagy az előtted lévő fény vonzása miatt. Tehát neked úgy kell látni másokat, hogy valóban el akar érni a kapcsolatot a többiekkel, és valóban törekedj erre, hogy valóban azt érez, hogy mi van velem. És ezt nevezzük úgy, hogy a szeretet szenvedése. És ez a szenvedés, amit szeretni kell, mert valóban azért szenvedek, mert még mindig nem értem el a teremtő szeretetét, és még nem értem el az adakozás szeretetét. Az ember olyan módon lett megteremtve, hogyha ő látja, hogy valakinek van valami, neki is kell. Tehát mi az irítség eleje által haladunk előre. Hát honnan jön a cincum elef? Honnan származik? Az irítségből. Elirigyeltük a teremtő adakozását. Ez világos, többé-kevésbé, mondja Rav. Tehát majd ilyen fordulatban vagytok. Ez mindig egy új szint előtt történik, amit most látok rajtatok. Egy új szint érzékelés előtt. Jó reggelt, Rav. Tehát, hogy én teremtem a gonosz ajánlatot, és én teremtem a Tórát, mint fűszert, ez mindig megmosolyogtat engem, mert a fűszer az... De te mindig vigyorogsz, mondja Rav. De azért mosolyogok ezen, mondja a srác, mert... Figyelsz engem, és mosolyogsz, mondja. Látod?
Nem. Tehát azt akartam mondani, hogy van egy nagy szomorúság, hogy nem vagyunk ott. De most komolyan szólva, a szó, hogy fűszer, ez az én számomra úgy tűnik, mint egy ilyen figyelmen kívül hagyható dolog lenne, mintha tennénk valami kis, nem tudom, valami kis fűszer a tejával. Tehát mit célkül szeretném kérdezni, hogy a kabbalisták miért ezt a szót használtak, hogy fűszer? Mit akartak ezzel kimutatni, hogy nem érdekes ez, nem fontos ez? Én nem akarok ezen filozofálni, mint te, nem is vagyok akkora filozofus, mint te. A srác akarta megfejteni a fűszer szó, miből származhat. Nem, nem a vágynak a lényegét akarod megváltoztatni, hanem a szándékot, ami rá van téve. Tehát feltetted a kérdés, hogy vannak vágyak, melyeket felfedeztem magamban, olyan mértékű vágyak, melyek legtöbb ilyenről beszélni se tudok, még az is szégyen, ha beszélek róluk. Érted, hogy miről beszélek? Igen. Oké, tehát ez az, amit korrigálni kell, és lehet. Tehát én mondom neked, hogy mi nem értjük még pontosan, hogy a korrekció által a szándék hogyan kerül korrigálásra. Ezek nagyon komoly vágyak, nyilván nekem a szándékot kell korrigálni. És ezek a vágyak így lesznek szentek, így lesznek magas mértékű adakozások, hogy valami jó dolog történik az emberiség érdekében, és a teremtő örömét fogja belelni. Tehát én ugyanebben a dologban kell, hogy... Tehát nekem látnom kell az ellentétes szándékot. De hogyan lehetséges mindez? Ki fogja látni ezt az igazi szándékot? Lehetetlen azt mondani, tehát lehetetlen megmondani ezt kívülről, hogyha Rabast látjuk, kívülről nézzük ezt, akkor látjuk, hogy semmilyen spiritualitás nincs ebben. Ránézsz a Rabastra, semmilyen spirituális dolgot nem láttál. Ahogy ő evett, ahogy ő cselekedett, ahogy ő beszélt, semmit nem láttál. Egy öreg embert láttál, aki tanulgatott. Ennyi. Elment a tengerhez, elment a parkba. Minden héten egyszer vagy kétszer. Most évben elmentünk Tibériába. Ott megnéztük, hogy hogy evett, hogy ivott. Ennyi. Egyszer egy évben egy új matracot vásároltunk, ami egy vidám dolog volt a számomra. Te mikor váltottál matracot, mondja arra utoljára? Én mondom nektek, mondja Rav, hogyha ránéztetek, akkor teljes mértékben azt láttátok, elmentünk egy boltba például, ruhát vásároltunk. Néha nagyon színes cuccokat is vett. Ő szerette ezt, mondja Rav. Jó ízlése volt. Ezeket a dolgokhoz. De még egyszer, hogy tudod, akarok, hogy mindenféle vágy fölbukkant bennünk, benne is fölbukkant, amit a fény csinál. A fény terjeszt egy vágyat, a fény ébreszt fel egy vágyat, függet attól, hogy hol vagyunk és milyen mértékben, tehát el kell jutnunk oda, hogy jön a fény, korrigálja a szándékot, és a korrigált szándék az összes vágy. Azt jelenti, hogy kilépünk a szentségből, és mi még nem értjük pontosan, hogy a szentség hogyan működik, hogyan működik a vágyunkban. A legtöbbünk az valóban, a legtöbb dolog, ami körülvesz bennünket, az egy használatlan szemét. És egy csomó ember még a bestiális állapotnál és a rosszabb állapotban él. Tehát hogyan tudunk mi visszatérni az angyalok állapotába? Tehát azok, akik nem tudják, mi a tóra, mi nem tudjuk, hogy milyen fordulatot kell ehhez megtenni, de a fény meg tudja tenni, mondja. Tehát ez csak egy kicsi példa arra,
hogy a megértésnek a hiánya hogyan működik a spiritualitásban. Na, adjátok oda ennek a fickónak a mikrofon. Én arra szeretnék kérdezni, hogy mi az, amit nem szabadna tennünk. Tehát nyilvánvalóan nekünk étvágyjal kell jönni a kajára. Tehát mit csináljunk, hogyha nincs meg az étvágyunk? Mit kell tennünk? Étvágy nélkül hogyan tudunk előre haladni? De legyen a reformáló fény, a barátok. Hát miért jön ide az ember, hogyha nincsen étvágya, ha nincsen helyes hiánya? Én azt ígérem, megígérem neked, magyarul, hogy eljön az az idő, amikor már várni fogjátok a leckét. Mert ez lesz az az idő, amikor érezni fogjátok, hogy mennyire csak a fényben állva értitek el, amit kell. Tehát ti még nem értétek el azt az állapotot, ahol valóban a hiányotok megjelenik, amikor nagyon sok vágyal egyetemben is. Tehát lehet, hogy nektek látni kell. Azt, hogy tehát lehet, néha az ember úgy érzi magát, mint egy temetőben lennél, pedig egy lángoló tüzet érez. Tehát nagyon sok dolog van, amit meg tudok vizsgálni. Nem szükségszerűen úgy, ahogy eddig gondoltunk. Tehát ezért én nekem a tanítványaimtól is tanulnom kell, mert ti egy teljesen újfajta dologban vagytok benne. Tehát nekünk fokozatosan kell jutnunk a kölcsönös erőfeszítéshez, amely egy vágyat jelent. Nyilvánvalóan ez egy vágy az adakozásra. És hogyan jutunk el a Tóra megszerzéséhez ezen keresztül? Van egy vágyad, nyilvánvalóan, de hogyan fogod ezt implementálni? Hogyan fogsz előre haladni? A hiány a Tóra megszerzése irányul, ahol tudhatod, hogy mit akarsz, hogy hogyan tudsz bármit megváltoztatni. Tehát nyilvánvalóan neked a Tóra megszerzésére kell irányulnod. Meg kell, hogy értsd, hogy hogyan lehetséges az. Mert a teljes felkészülés az Egyiptomra, az a Tóra megszerzési irányuló hiányból, Egyiptom után a megszerzési hiány. Na, tehát minden vágy a Tóra megszerzésére, az az Egyiptom után az egyetlen vágy, aminek van értelme. Csak kinyögtem. Nincs más rajta kívül. Tehát ő manipulálja a vágyamat minden alkalommal. Két irányba. Tehát amikor én elkezdem érezni, hogy mi az én saját vágyam, ez adja meg a lehetőséget arra, hogy értsem az igazságot. Tehát nekem meg kell értenem, hogy hogy jutok el oda. Tehát hogy nem magyarabb. Negyed. Na, te már kis az ő. Tehát a teremtő mindig manipulál engem. Így van. Tehát mi az, ami téged irányozni fog?
Tehát mikor érzem azt, hogy nekem a saját döntést kell hoznom? Tehát neked egy döntést kell tenned, hogy mindent a teremtőtől kapsz, hogy valóban helyes vagy helytelen, ez lényegtelen, de te eldöntöd, hogy tudom, hogy minden irányban a teremtő közét felem, hogy mi az, ami fontos az én számomra. Mindegy, hogy jó vagy nem jó, az lényegtelen. Ami engem irányít, az ez egyfajta cél. Így van. De mi más kell tenned? Tehát neked érezned kell. Tehát nyilvánvalóan, amikor az ember egyedül van, akkor bestiális állapotban van. Oké, de akkor csináljuk ezt, vagy csináljuk azt. Én nem akarom másképp érezni, mint azt, ami valamilyen módon irányoz engem. De mi van a szabad választásommal? A te szabad választásod, ez irányoz téged valamilyen módon. Te meg kell tenni mindent, amit tudtok, ezt tekintetű úgy, hogy cselekedtek. Tehát én önmagamban meg kell értenem, hogy mit akar ez az egész üzenni nekem. No. אני חושב שהכוונה היא מתי אנחנו הופכים להיות שותפים של הבורא כעצמאים. אין אז גונדולום, amikor mi a teremtő partnereivé válunk, amikor függetlené válunk, tehát egy helyes döntést tudjunk hozni. Nyilvánvalóan ez az is jelenti, hogy amikor megkapjuk a Tórát és a parancsolatokat, amikor kiérdemeljük ezt, amikor elég függetlenek és erősek leszünk, akkor tudja a teremtő végrehajtani ezt a cselekedet a világban. Akkor mondjuk átadja a Tórát. Ez tehát a teljes munkám az abban nyilvánul meg, hogy felismerem, mennyire ellentétesek vagyunk a fénnyel, és hogy mennyire ki kell jönnünk ebből, és hogy vágyunk, mennyire vagyunk önátadóak ebben, és hogyha eljutunk egy állapotba, hogy a fény 100%-osan ráirányoz engem erre, akkor nincs többre szükségem, nincs semmilyen hiányra szükségem, vagy reklamálásra, tehát nekem a dolgokat úgy kell felfogni, hogy a legmagasabb szinten kifejeztem a vágyat, és hogy ez a vágyam, ez egy döntés legyen, hogy valóban ez a teremtőre irányul. Nem nagyon van több szavam erre. Tehát, hogy valóban le tudjuk nullázni a vágyunkat az adakozás érdekében, valóban az összes vágyunkat használni tudjuk az adakozás érdekében, hogy az összes vágyam azzal a gondolattal töltető ki, azzal a szándékkal, hogy nem akarok semmit, csak a teremtő felé irányulni. Tehát nekem nem nagyon vannak erre szavaim. Tehát úgy kéne beszélni a dolgokról, hogy érthető legyen. Oké, na de akkor van egyfajta rendszer, amiben nekem mindent meg kell tapasztalnom. Itt van egy pont, ami a feltárulás próbálja meg nekem megadni. Tehát úgy kell viselkednem, mint egy hajnali kakas pozitív módon, vagy negatív módon. Érezzem magam, akkor is nekem mindig azt a pozitív, a fényre kell hangolódnom, oké? Oké, tehát. Tehát nekem teljes... Van kérdésed? Akkor tedd föl. Volt egy kérdésem.
אתה רואה? רכבת הרים באמת. חפץ חסד? כן. חודיה לתקי. אפס עשד, נלעתייתוק. Valóban ön cégakas vagy, mondja rá. Tehát az én edényem kibálti millúj kaze, mi a or, se ani jehol liot davug. Tehát nyilvánvalóan nekem egy passzív módon kell a felső erőhez kötődnem. זה עבודה בהתגברות. נינצ'ה זה כאילו שמים. כל הזמן נמצא, הוא לא מזדחך. רק המסך. אז אני חושב שאני בכוחות, במאמצים שלי. תעת נקם. נמצא בהצדקת... אירו פסיטי שקט קלטן נם. בהכל. ללא לעורר את הביקורת. És mindenféle módon a teremtőt kell igazolnom, mindenféle módon. Annélkül, hogy felébreszteném a saját kritikámat ezzel szemben, az összes edényemet, a haszadim fényeket kitölteni. Tudom, te lorot szeklum az. אני רוצה הכל, אבל אני נמצא מתוקן באורח חסדים כך, שנקרא חפץ חסד. תעת נקם אוכל נקל מינדנט. הם לא מזדחכים. אני רוצה לבלוע כל העולם. תעת מי עוזמי? חפץ חסד. נקפותו, תעת נילבם. רוצה כל העולם או לא? רוצה. אבל אני נמשך לזה. נמשך. אז איך אתה אומר שאתה חפץ חסד? אני... Tehát hogyan mondhatom azt, hogy a kegyelmi fény állapota dolgozik? Tehát hogyan tudunk mi abból a tényből túllépni, hogy a kegyelmi fény állapotában legyünk? Tehát hogyan tudjuk helyes módon alkalmazni? Tehát nyilván ez egy nagyon komplex dolog. Oké, tehát hogyha... Csak ez egy nagyon kicsi pont, amin keresztül ez nekem érezhető válik. Én nem értem, mit mondasz, mondja rá. Tehát van 10 teljes szfíra, egy teljes vágy, ami a teremtés elejétől a végéig így árad ki. És ezek ki vannak töltve fénnyel, amik ilyen módon föntadják a korrekciót, és egy olyan állapotot, amikor nincs szükség többre. Tehát ez a kegyelmi fény állapota, pontosan ez történik most, tehát csak egy ilyen örömállapota. Tehát mindenféle módon össze akarok tapadni a teremtővel, de passzív módon. Tehát legyen, amit ő akar, és az történik, amit ő akar. Ez pedig az összes edényemet, az összes vágyamat a kegyelmi öröm állapotában tartja, tehát én valóban mindenkivel mindent meg akarok osztani, ez... Oké, de akkor mi a munka? Tehát amikor... igazi hafesz eszedben vagyok, akkor mi a munka? Mit kell itt tenni? Dolgozni kell ezen természetesen, de a kegyelmi öröm állapot az állandóan hullámzik fel le. Tehát nekem ezt kell korrigálnom, hogy én képes legyek. Nem csak egy ilyen állapotban lenni, hanem hogy valóban megkapjam az adakozást, tehát a megjelölöm a megfelelés az adakozás érdekében állapotát. Oké, na de akkor még tovább is kezdtem. Tehát jelölöm a hafesz eszed állapotát. Én nem tudom, hogy mi történik utána, tehát nekem meg kell legyen a képességem, hogy kutassam a hafesz eszedet. Ezt nevezzük úgy, hogy integrálni akarok a csoportba. Tehát a barátokkal, ezek az a cselekedetek, amik téged elvisznek a kegyelmi fény állapotába. Következő. A tanulásra szeretnék kérdezni valamit, Rav. Tehát van a 10-es kör, és minden alkalommal, amikor ön tanít bennünket, én látni akarom,
ותדון איתנו במה שאתה רוצה... אתה תצייק אותי זה השקר בהם. ‫נראה טעמים וצבעים והתפעלויות... ‫יש שעניהם, אני נקיון כאילו... אז למה אתם יושבים ככה? amit tanulunk el, és akkor hirtelen sokkal színesebb válik minden. Akkor miért ülsz így? Én azért lőjök a tízes körben, hogy megtaláljam, mert ez a tanulásnak a formája. A tanulásnak a formája a tízes körben van. Csak a tízes kör az, ami működik, ez így van. Tehát ki, majd érzitek a tízes körnek a kötelezettséget, hogy valóban összetapadásban kell lennetek, és valóban ez egy spirituális kapcsolat. Oké, tehát valóban... Tehát én azt látom, lehet, hogy nem jól fejezem ki magam, de én azt látom, hogy van 10 ember, aki figyel önre, de nem dolgoznak egymással helyes módon. Tehát egy kérdést teszek föl, tehát hogyan kell nekünk egymás között viszonyulni egymáshoz, ami valóban a hiányt fogja kiépíteni, amiről ön beszélt. Tehát hogyan kell önnel dolgoznunk, hogyan kell összekapcsolódnunk önnel, hogy valóban ezen a közvetlen módon be legyünk foglaltatva a tízes körbe. Tehát ez úgy hiányzik nekem. Tehát tudna engem irányt mutatni ebbe az irányba? Hát én nem tudom ezt, hogy kell így megszervezni, tehát én nem voltam ebbe benne. Rabas, igen. Tehát sok ember van itt. זאת אומרת שאנחנו קוראים משהו ואחר כך אני שואל ושואל עשירייה והם דנים? תהת... תהת... לתת לכם כל פעם חומר לחיבור? תהת... מן הרקום אני ואגלו לא קפצ'ו את רוקי הגונדוש קודני? כן. קדימה, קטעים נבחרים.